A húsvét közelettével Bonyhádon is megtartják az ilyenkor szokásos néphagyományokat. A Vörös Marti Mihály Művelődési Központ mögötti téren a helyi németség tagjai tojásfát állítottak. A gyerekek már nagyon várják a húsvétot az ünnepi játékok és ajándékok miatt. Mindig kifestjük a tojásokat, várjuk a locsolókat, és akkor így nagyon jót mulatunk, szép ruhába öltözünk, és egy jót mulatunk, nagyon jó. Szász Albert azt mondja, ő minden évben elmegy locsolni is. Ilyen pirosra festett tojást szoktak adni a fiúknak, amikor elmennek locsolni, és hogyha nagyok mennek, akkor meg szokták kínálni pálinkával is őket. Csizmadi Jani énekes Piroska, a Bonyhádi önkormányzat tagja tartott nyitó beszédet német nyelven a jelenlévők számára. Most az Osterbrunnen felavatásán vagyunk itt Bonyhádon, a kaszinó téren. Ez az Osterbrunnen most már harmadszor ünnepelni meg itt a város, a német önkormányzat és a művelődési ház segítségével, és ide jöttek gyerekek, felnőttek, óvodások, iskolások, hogy ők is majd a műsor végén felakasszák a hímzett, festett tojásaikat. A szépen feldíszített tojásfa megtekinthető bármikor az ünnepek alatt Bonyhádon, a kaszinó téren, a művelődési ház mögött.